Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen a szombat előest órájában. Meghívlak benneteket, hogy kezdjük meg Isten tiszteletünket a 4-es számú énekkel. Jelen van az Isten. Földvári testvért megkérjük kezdőimára, akik tehetjük, hajtsuk meg térdeinket. Kérünk, légy mindazokkal, akik nem jöttek el a te házadból, hallgass meg az imáikat.
Az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntöm testvéreimet, kikkel egy hiten, egy reménységen vagyunk, és egy örömre hívott el bennünket a mindenható Jóisten, hogy örvendjünk a nyugalomnak, a békének, amelyet ő akar hozni, és örvendjünk annak az ígének, amely nélkül tévelyegünk, mint juhok, és amely által a Jóisten bennünket célba vezethet. Az ember általában akkor kezdi el keresni az Istennek bölcsességét, mikor többször, esetleg kétszer, háromszor, sorozatosan olyan helyzetben van, hogy úgy érzi, hogy nem igazán bölcs, nem elég az, amivel rendelkezik, és rádöbben, rávezeti a Jóisten az embert, rávezeti arra, hogy nélküle, az Isten nélkül nem oldhatja meg az életének a problémáit, a helyzetét. És az ember akkor a bölcsességért keres, kiált, hiszem, hogy egyre inkább olyan helyzetben, olyan világban is kerültünk, hogy
a bölcsesség az egyre inkább egy vágy az ember számára. Szeretnénk belőle, hogy bölcsek legyünk, el tudjunk igazodni. De mégis úgy vagyunk sokszor a bölcsességgel, mintha egy fonal gomolyog vagy gombajék, mondjam úgy falusiasan, arhaikusan volna előttünk, és a bölcsesség erre hasonlítana egy ilyen gomolyag, aminek nem kapjuk a végét. Tehát tudjuk, hogy nagy, tudjuk, hogy szép, tudjuk, hogy kell, tudjuk, hogy szükségünk van rá, az Istenhez is kiáltunk, kérjük, szeretnénk mennyei gondolatokat, de honnan is kezdjük? Sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem kapjuk a végét, vagy az elejét, hogy honnan kezdjük el. Pedig azért hivattunk, hogy a bölcsességgel kerüljünk kapcsolatba ezen az estén is, a mennyel, a mennyei gondolatokkal, magával, az isteni bölcsel, hogy Pál apostollal ma is tudjuk mondani azt, hogy de bennünk a Krisztus lelke van, az ő bölcsessége, az ő gondolatai. Honnan kezdődik el az a fajta bölcsesség, amely az életet úgy ki tudja bontani, amely mindenre elég, amely az életet a maga módján tudja vezetni, amely a rendeltetésünk felé is tud vezetni bennünket. Nagyon érdekes az, ahogyan Salamon, a bölcs, beszél a bölcsességről. A bölcsességnek mi a kezdete? Annak a gomolyognak, annak a nagy vágynak, annak a nagy álomnak, amit szeretnénk, hogy a miénk legyen. Ugye, ahogy Salamon is imádkozott, hogy bölcsességet adjál nekünk, Urunk. Mi a kezdete? A bölcsességnek a kezdete az Úrnak félelme. Milyen nagy mondatok, ugye? Olyan nagyok, hogy megbocsássatok, alázattal mondom, és elsősorban önmagamról, esetleg lehet, hogy közületek is vannak, akik úgy gondoljátok, hogy olyan nagyok ezek a mondatok, hogy nem is értjük pontosan, hogy mit jelentenek. Vagy csak én vagyok így ezzel? Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Tehát egy szép nagy mondat, megválaszoltuk, de le tudjuk ezt fordítani magunknak, hogy mit jelent az, hogy az Úr félelme a bölcsességnek a kezdete? Mi az Úr félelme? Ez egy érzés? Ez egy érzés, az Úr félelme? Vagy ez nem érzés? Ugye a félelem az egyértelműen egy érzés. Nem csak egy tudat, hogy tudom, hogy félek, hanem érzem, hogy félek. Az Isten félelem az egy érzés, vagy egy teológiai fogalom, vagy egy elv, vagy egy életvitel. Mit jelent az Isten félelem? Félni, félelmet érezni, vagy nem? Honnan kezdődik az életnek a kibontása? Mit jelent ez az Isten félelem? Régieknek tűnik? A régi emberek beszéltek az Isten félelemről. Régieknek tűnik? Összetudjuk egyeztetni az evangéliummal az Isten félelmet? Nagyon érdekes, ahogyan az evangéliumot egyesek kezdik. Márk úgy kezdi, azt mondja, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a kezdete, keresztelő János elkezdett prédikálni. Ezzel szemben a látnok János a jelenésekben úgy kezdi az evangéliumot, a Jézus Krisztus evangéliumát, az örökkévaló evangéliumot, hogy féljétek az Istent. Tehát az Isten evangéliumának a kezdete az Isten félelem. Az üzenetünknek, az advent üzenetnek, amely vaja, hogy a központi üzenet, a hármas angyal üzenet, az Isten félelem. Ugye? Tehát az Isten félelem. Szóval, ha kellemes, ha nem, de az evangéliummal
kapcsolódik össze, sőt, ez az evangéliumnak a kezdete. Pál apostol a római levélben, aki szintén az örökkévaló evangéliumról beszél, ugyanezt a gondolatot egy sajátos módon megemlíti. De hadd ide egy kapucs szülessen. Mi igazából az Isten félelem? Egy gondolat? Van bennünk Isten félelem? Ha van, mi az? Hogyan határozzuk meg? Ha szeretnénk, hogy legyen, mi az, ami kellene, hogy legyen? Mi az az Isten félelem, amely a bölcsességnek a kezdete, ahonnan kezdődik az ember életének a rendje? Mi az az Isten félelem, amelyből kezdődik az evangélium, hogy féljétek az Istent? Mi az? Mi az Isten félelem? Egy érzés? Egy gondolat? Egy elv? Mit élünk meg ebből az egészből? Ellen White úgy fogalmazza, hogy az Isten félelem, a mindenható Isten jelenléte tudatának, tehát az Isten jelenléte tudatának az ápolása. Tehát az Isten félelem az, hogy ápolom azt, hogy az Isten jelen van. Ápolom azt a gondolatot, hogy az Isten jelen van. És ha jelen van, akkor hogyan élek? Segített a héten a gyerekek áhítatos könyve a prédikáció elkészülésében. Egyik reggel ugyanez a gondolat jelent meg, és nagyon megkapóan, egyszerűen fogalmazta meg az Isten félelmet a gyerek áhítat. Nagyon nagy segítségemre volt. Egy kislány a lufikat állandóan tette tönkre, pukkantott el őket. És egy idő után már a születésnapon megsokalták azt, hogy ezt teszi tönkre, és elmondta az édesanyjának azt, hogy de nem tudom nem tenni. És akkor az édesanyja azt mondta, na gyere, legyél itt velem, maradj itt a jelenlétemben. És meglátod, hogy ott, ahol én vagyok, ott nem fogod ezt tenni. És nyilván, hogy a gyerek azonnal oda tekintett az édesanyjára, és nem tette. Mert az édesanyja jelenlétében, szülők jelenlétében az ember sok mindent nem tett meg, amit megtett, ha nem voltak ott a szülők, ugye? Mindannyian voltunk gyerekek. Ellen White ezt mondja, hogy az Isten jelenléte tudatának az ápolása. Tehát jelen van az Isten, és annak a tudatának az ápolása. Csak hogy úgy gondolom, hogy ez is egy kicsit olyan megfoghatatlan számunkra. Ez is egy ilyen teológiai kijelentésé vált, hogy hát jelen van a jó Isten, hát tudjuk, hogy jelen van. Hát ő mindenhol jelen van. Mindenütt jelenlevő. És mégis, bár tudjuk, hogy mindenhol jelenlevő, nem eléggé gát számunkra ez a tudat, hogy mi tudjuk, hogy az Isten mindenhol jelen van, sokszor nem elég gát a bűn ellen. Azt is írja Ellen White, hogy ez kellene, tehát ez a legnagyobb védő gát a bűn ellen, hogyha az ember ápolja az Isten jelenlétének a tudatát. Tehát, hogyha ápolja az ember az Isten jelenlétének a tudatát, ez a legnagyobb védőgát. És ugye megint csak azt mondom, teológiailag tudjuk, hogy Isten mindenhol jelen van. És mégis ez az egyszerű teológiai tudat, bibliai igazság nem védi valahogy az embert eléggé a bűn ellen. Tehát valahol valami hiányzik még ebből a képből. Legalábbis én nagyon úgy találom. Pál apostol a rómabeliekhez írott levél első fejezetében, amit említettem, beszél erről, hogy valóban az emberiség bűnének a lánca innen indult el, hogy elfelejtette az ember, hogy az Isten jelen van. Elfelejtette, vagy nem akarta ápolni ezt a tudatot önmagában, hogy a mindenható Isten jelen van.
emlékezzünk az ígére, azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, nem Istent dicsőítették, neki hálákat nem adtak, nem méltatták arra, hogy az Istent az ismeretükben megtartsák. Tehát nem találták eléggé fontosnak azt, hogy ők az Isten gondolatát, az Isten fogalmát az elméjükbe megtartsák. És ezért odaadta a Jóisten őket mindenféle dolgokra. Drága testvéreim, az a tapasztalatom és az a meggyőződésem is, hogy egyre nehezebben tudjuk megélni azt, hogy az Isten jelen van. Egyre nehezebben tudjuk a mindennapokban megélni azt, hogy az Isten jelenlétében vagyunk. És nem azért, mert nem hiszük, hogy Isten jelen van, hanem valami más lehet az oka. Ugye a különböző pogány vallásokban nem feltétlen hitték azt, hogy az Isten lát. Például, ha el akartak követni egy becstelen, mondjuk, üzletet, akkor megfordították az Istenüket, befele fordították, falnak fordították, nem látta őket, elintézték, visszafordították, most már láthat tovább az Isten bennünket. Tehát ők így gondolták, hogy ki lehet menni az Isten színe elől. Talán innen származik az a gondolat, hogy az Isten háta mögött lenni. Tehát, hogy nem a jelenlétében, nem a színe előtt. Na most mi ezt nem valljuk, mi hisszük azt, hogy az Isten jelenlétében vagyunk. És akkor vajon miért nem elég ahhoz, hogy valóságosan az Isten félelem, valóságosan az evangélium kezdete ugye az életünkben erőteljes legyen. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 12. versét hívlak, hogy olvassuk. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 12. verse. Tehát 5 Mózes 10-12, majd a 20 és 21 versek. Hallgassuk ezt az ígét. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő utain járj, és szeressed őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. 20. vers. Az Urat, a te Istenedet féljed, és őt tiszteljed, és hozzáragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. Ő a te dicséreted, és a te Istened, aki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, amelyeket láttak a te szemeid. Figyeljük meg, hogy hogyan erősíti meg Mózes az istenfélelemben az embert. Féljed az Urat, a te Istenedet, és hogyan ezt gyakorlatilag? Úgy, hogy a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, amelyeket láttak a te szemeid, és erre emlékezzél. Tehát, hogy az Isten tetteiről is emlékezzél meg. Emlékezzél meg az Istennek a dolgairól. Hogy az az Úr, aki jelen van, ő cselekedett, és nagy dolgokat cselekedett. És több fokát, vagy fokozatát fedezhetjük fel az Isten félelemnek. Például a szolgai Isten félelem. Tehát a szolga, aki fél az Istentől azért, mert őt megbünteti. És erre a fajta Isten félelemre hadd elevenítsek fel egy történetet, Ananiás és Safira történetét. Tehát Ananiás és Safira, ők úgy gondolták, hogy bárhogy lehet élni, mert annak nincsen következménye. És a mindenható Isten belépett az életükbe, tehát átlépett a saját világából, és tetteivel mutatta meg magát, hogy jelen van az Ananiás és Safira életében.
Tehát a tetteiben, amikor az Isten tetteire, az ő műveire gondolunk, akkor az emberben ez az Isten félelem, hogy mégis az az Isten, aki ott van és békémet hagyott, akármit tettem, mégis belép az életembe, és mégsem mindegy, hogy mit teszek, mit viszek végbe az életembe. Ananiás és Szafíra ott nyomban meghalt, amikor a mindenható Isten rájuk köszöntött. Átjött a láthatatlanból a láthatóba. Tehát az egyik ez a szolgai félelem, vagy a szolgai félelmet felidéző, felelevenítő cselekedetek. Az Isten tett olyanokat, hogy az embert megijesztette, amiatt, hogy mi történik velem, ha ezen az úton haladok. Aztán van ennek az Isten félelemnek egy másik dimenziója, valamivel magasabb dimenzió, ez pedig a gyermek szülői dimenzió. Természetesen a gyermek is félhet a szülőtől, hogy megbünteti. De van a gyermek életében egy olyan pillanat, és ahogy cseperedik, hogy a szülő rádöbben arra, hogy nem nevelhetem így a gyermeket. És egy adott pillanatban, talán mind átmentünk már ezen szülők, megengedjük azt a gyengeséget magunknak, hogy a gyermek beletekinthet az életünkbe. És észreveheti azt, hogy fájdalmat okozott. Hogy nem bünteted meg, de egyszerűen felfeded magad is, rádöbben a gyermek is kell lássa azt, hogy fájdalmat okozott a szülőnek. A Jóisten így is bemutatkozik, számtalanszor, és elkezd beszélni a saját érzéseiről. Azt mondja, hogy hogyan adnálak téged oda, Sebaim, meghalszad az én szívem bennem. Vagy máskor azt mondja, hogy az én érzéseim fellángoltak én bennem. Tehát nem csak, hogy létezik Isten, hanem beszél önmagáról, arról, hogy milyen érzései vannak, milyen fájdalmai vannak, miket él meg, és mit okoz az ember neki. Nem csak, hogy jelen van, hanem úgy van jelen, hogy az egész érzelem világát elhozza az ember elé. És ekkor az emberben egy másfajta félelem kellene felébredjen. És pedig az, hogy látva az Istennek a tetteit, látva azokat a tetteket, amelyeket végbe vitt értem, látva az ő könnyeit, az ő fájdalmait, egy másik félelem kellene az emberbe felébredjen, hogy hát milyen ez az Isten. Aztán a harmadik, amit úgy nevezek, hogy a hitvesi dimenziója a félelemnek. Ugye tehát a szolga az egyféleképpen fél az urától, fél attól, hogy megbüntetik. A gyermek esetleg kezdi átérezni azt, hogy a szülő mit érez. De van egy másik, a hitvesi. És ehhez szeretnék idézni előbb egy igét, a 130. Zsoltárból, a 130. Zsoltár 3. és 4. verseiből. 130. Zsoltár 3. és 4. versei. Azt mondja itt az ige, ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? Ugye költői a kérdés. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Te nálad van, az elsőben azt mondhatnánk, hogy te nálad van a bot, a vessző, hogy féljenek téged. A másodikban, te nálad vannak a könnyek, hogy féljenek téged, és egy kicsit másképpen viszonyuljanak hozzád. Itt meg azt mondja, hogy te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Hózseás és Gomora története. Hózseás, aki a Jóistent jelképezi, és Gomer, a felesége. A felesége az, aki a hűtlen népet jelképezi.
És milyen viszonya van Hóseásnak az asszonyhoz? Visszafogadja úgy, paráznán, ahogy van ez az asszony, úgy is visszafogadná őt. És ez a Jóisten fejezi ki, vagy a Jóisten képviseli, aki az ő népe iránt olyan nagy szeretettel van, hogy úgy, ahogy a nép elpártolt, elszakadt az Istentől, úgy is szívesen visszafogadná. És azt mondja, hogy te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Nem tudom, drága testvéreim, volt-e életetekben, akár saját, akár mások élete által látni ilyet, hogy valaki egy kapcsolatban, az egyik mondjuk annyira lesüllyedt, annyira lement, hogy az ember azt mondta, hogy itt már semmi se segít. És a másik fél részéről akkora megbocsátás volt, akkora készség, akkora szeretet, hogy az ember csak nézte, hogy hát ez hogy lehet? Hát hogy tud ennek így megbocsátani? És sokszor ilyenkor, ha ilyet lát az ember, úgy eltörpül az életben. Hogy hát milyen kicsi vagyok, mikor ekkora dolgokat látok. Hogy van olyan ezen a világon túli dolgoknak is a jelenlét ebben a világban. És ezt fejezi ki ez az ige, és ezt fejezi ki Isten, hogy nála van a bocsánat, Istennél van a bocsánat, és miért? Hogy féljék az Istent. Drága testvéreim, szeretnék ma este itt megállni, több okom is van erre, és arra hívlak, gyertek röviden, próbáljuk az elhangzott gondolatokat összefoglalni. Mindannyian vágyunk a bölcsességre, és Isten azt is elmondta, hogy a bölcsesség honnan kezdődik? Az Isten félelemtől. És ez az Isten félelem, ez nem csak egy tudat, nem is csak egy érzés, hogy az Isten jelen van, hanem Mózes az ő könyvében arról beszél, hogy az Isten nagyságos tettei alapján juthatunk el az Isten félelemre. Azért féljük az Istent, mert megemlékezünk a tetteiről. Akár azokról a tettekről, amikor szolgai kapcsolatban lévő embereket a mindenható Isten megbüntetett. És az ember gondolkozzon el azon, hogy vajon hogy élem az életemet? Méltó ez Istenhez? Nem-e kárhozatra vezetnek ezek a dolgok? Tehát az Isten tettei felől és irányából támadjon az Isten félelem. Aztán másrészt a második az volt, hogy szülő viszonylatban, hogy gondolkozzunk el azon, hogy az Isten hogyan éli meg, milyen érzései vannak a mindenhatónak, annak, aki jelen van az én tetteim nyomán. És a harmadik is talán a legfontosabb az, hogy gondoljuk végig azt, hogy ki az az Isten, milyen az az Isten, aki ennyire megbocsát bűnt, elfedezi népe maradékának a vétkét. Milyen ez az Isten? Milyen csak az az ember, aki meg tud a másiknak úgy teljesen bocsátani, de milyen az az Isten, aki erre képes? És ebből a gondolatból támadjon Isten félelem bennünk. Ahogy Péter apostol mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Látva az Istennek nagyságos dolgait. Segítsen az Úr bennünket, hogy az Úr jelenlétét ápoljuk, de nem csak úgy, hogy itt van az Isten, hanem úgy, hogy gondolkozzunk az ő tetteink, gondolkozzunk, hogy hogyan viszonyul a mi tetteinkhez. És ez legyen a mi bölcsességünk. Ez legyen a mi bölcsességünknek a kezdete. Ez, hogy az Istent méltatjuk a mi szívünkbe, hogy forgassuk az ő gondolatait, és hogy megértsük hozzánk való viszonyulását az Istennek. Amen.
Meghívom a gyülekezetet, hogy fejezzük be Isten tiszteletünket az adventista énekeskönyvünk 8-as számú énekével. A menny, hol minden gyönyörű. Imádkozzunk. Teremtő jó atyánk, az Úr Jézus Krisztusnak áldott nevében köszönjük, hogy jöhetünk a mi imádságunkban te hozzád, kedvesen fogadod, és köszönjük, hogy a te gondolataiddal kész voltál ezen az estén is meglátogatni, és össze akarod kapcsolni gondolatodat a mieinkkel. Köszönjük mindenható jó Istenünk, elismerjük, hogy szükségünk van arra a mennyei gondolkozásmódra, az abba való bekapcsolódásba, amellyel eligazódhatunk az úton te hozzád. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy bölcsességre akarsz tanítani bennünket, te a bölcsességnek a forrása. Köszönjük, hogy Isten félelemre is tanítasz, hogy megemlékezzünk a te tetteidről, a büntetéseidről, a fájdalmaidról, a megbocsátásodról. Segíts, Urunk Istenünk, hogy gyakorolni tudjuk magunkat abban, hogy érzékeljük, hogy te egy cselekvő Isten vagy. Te nem csak hogy vagy, hanem aktívan jelen vagy. És azt szeretnéd, hogy ez áthassa a mi életünket, és mindenben te hozzád tudjunk igazodni. Kérünk mindenható jó Istenünk, hogy pecsételd meg a te ígéret mi bennünk, és segíts, hogy elinduljunk a bölcsességnek a kezdetén te hozzád. Kérünk, hogy áldjál meg ezen a szombaton bennünket, áld meg az előttünk lévő evangelizálást, a jó Istenünk, hogy mindenhol a te evangéliumod, az Isten félelem megerősödjön a nyitott emberek szíveibe. Amen.
ha a bölcsességét kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint kincset kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Amen. Foglaljunk helyet. Köszönjük szépen, Norbert, hogy kivetítetted a sorozatnak az előlapját. Úgy, ahogy a nap folyamán értesítettem a testvéreket, legalábbis próbáltuk értesíteni. Ma este azok, akik úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mindenképpen megragadni az evangelizálást, és esetleg nem jutunk haza egy negyed óra alatt, szándékosan is zártuk egy kicsit még hamarabb ma este, azok visszamaradhatunk, és akár itt megtekinthetjük az imaterembe. Jóisten áldjon meg mindenkit, égi békéjével legyen és maradjon velünk. Amen.